Még a bőkeretből is kimaradt a norvégok elleni labdarúgó EB pótselejtezők előtt az addig a sorozatban alapembernek számító Tőzsér Dániel középpályás, aki az angol championshipben élvezi a Queen's Park Rangers menedzserének bizalmát, és akit egyébként megviselt Ben Stor döntése, nem is akar beszélni a kapitánnyal. Hát velünk szerencsére igen, úgyhogy Danit kérdezzük már, és itt van velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia, üdvözlök mindenkit! Hadd kezdjem ott, hogy milyen formában vagy, a maximális tudásodhoz képest hogyan jellemeznéd az állapotodat jelen pillanatban? Köszönöm szépen, én teljesen jól érzem magam, most is meccsre készülünk, délután este mérkőzésünk lesz, úgyhogy ezt a kis negatívumot, ugye, amit említettél, hogy nem kaptam meghívót a válogatottba, ezt leszámítva köszönöm szépen, minden téren jól vagyok. Ben Stork szövetségkapitány milyen információkkal rendelkezhetett a Championship-ben mutatott formádról? Egyáltalán milyen gyakran beszélt korábban veled, és milyen sejtésed van, hogy látta a te mérkőzéseidet? Hát ezt tőle kellene megkérdezni, nem tudom, hogy erre mi lehet a válasz. Erre szerintem csak ő tud választ adni. Korábban én voltam vele kapcsolatban, tehát a román mérkőzés előtt találkoztunk személyesen is, beszéltünk telefonon is. Nem tudom igazából, hogy ez a dolog, ez ennek miért, hát nem mondom, hogy így lett vége, hanem hogy ez miért így alakult a pótselejtezőkre, mert én nem ezt gondoltam volna, hogy mondjuk ilyen a viszony közöttünk, hogyha lehet ilyet mondani, hogy igazából ugye a döntését egy telefonhívással sem tudni esetleg megindokolni, de hát ez így alakult, úgyhogy ez lényegtelen most már. Tehát magyarán mondva, korábbi előjelei ennek nem voltak, hiszen korábban, amíg játszottál, a megszokott mederben, tehát hogy találkoztatok, beszéltetek, fel is hívott, tehát minden úgy ment, hogy ezáltal menni szokott. Így van. Uh-huh. Sőt, a véleményemet is kikérdezte, tehát abszolút nem volt ennek előjele, hogy ilyen dolog fog történni. A véleményedet megkérdezte, ez azt jelenti, hogy adott esetben a meccsről, a csapat játékáról, szóval részletekbe menően kíváncsi volt? Így van, tehát nyilván én is a koromból adódóan is, ugye 30 éves vagyok már, azért van annyi tapasztalatom futball tekintve, hogy ki lehet kérni a véleményemet, úgyhogy nyilván volt ilyenre is példa. De, mint mondtam, ez már a múlt, és felesleges most jelenleg erről beszélni. Lényeg az, hogy a csapat kiharcolja a továbbjutást a két mérkőzésen. Hát annyit azért még kérdeznék, mert ugye a Feröer ellen a szünetben lecserélt, és csak hogy a kommunikációt lássuk, hogy ő egyébként ilyenkor mondta, tehát mondta később, hogy akkor miért vett le? Nem. Uh-huh. Onnantól kezdve igazából nem nagyon volt kommunikáció kettőnk között. Nekem ugye a kislányom akkor született előtte. Igen. Egy nappal, és én elhagytam az edzőtábort, elrepültem Londonba, meccsnapján pedig vissza. Volt már ott, adott egy olyan jelzés nekem, hogyha nem áll jól a csapat, akkor én leszek a csere. Amivel igazából hát meccs előtt nyilván volt egy ilyen terve. Ez a döntés, az edzőnek a döntését mindig tiszteletben kell tartani, hiszen úgyis az a döntés lesz a mértékadó. Nem mondtam rá semmit, én a mérkőzés után sem szóltam semmit. Én úgy gondolom, hogy az első féldőben a Ferrer ellen is nem az volt, hogy én kilógtam volna a csapatból és engem le kellett hozni, hanem abszolút szerkezetet kellett váltani szerintem, hiszen nem volt tipikus center a pályán, mint ugye a Böde Dani be is állt utána, amivel abszolút megváltozott a mérkőzés képe. Úgyhogy onnantól kezdve igazából nagyon nem beszéltünk. Az egyébként, hogy te szerettél volna ott lenni a gyermeked születésénél, ezt ugye elfogadták, akceptálták, és ezt könnyen elfogadták? Tehát nem volt ezen húzavona, vagy nem húzták a szájukat előtte a stábban? Azt nem tudom. Erre nem tudok választ adni, mert igazából én ezt hát nem elkérezkedtem, hanem én ezt megmondtam, hogy ha nekem a kislányom a szülés elindul, akkor én megyek, mert én úgy gondolom, hogy futballnál azért vannak fontosabb dolgok mindenkinek, ami szerintem a család, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem ez egy teljesen természetes és normális dolog, hogy ha valakinél ilyen történik, akkor az legyen szó bármiről is, akkor ő indul és ott szeretne lenni a szülésnél.
Világos, tehát hogy igazából te nem elkérezkedtél, hanem közölted a tényt, hogyha ez a helyzet, igen, akkor... Igen, tehát én mindig is egész életemben ugye nyílt lapokkal játszottam, edző az összetartás elején egyből oda mentem a szövetségi kapitányhoz, a stábbal is beszéltem, és elmondtam igazából, hogy ez a szituáció, tisztában voltak vele, úgyhogy ez volt a helyzet. Na most érzel-e olyasmit, hogy ebben az egész folyamatban a végére valami fajta bűnbak lett belőled? Tehát, hogy ugye voltak ilyen hangok, meg elkezdte kikezdeni téged, hogy alibisztél az a lecseréléskor. Tehát, hogy valahogy ez úgy alakult, hogy akkor most Özsér Dani lesz az, aki elveri a port. Igen, olvastam én is ezt az alibizős cikket, meg hogy a Balást is megtalálták ugye ebben. Ezekre tényleg nem lehet mit mondani, uh-huh. Tehát sokat beszélünk az ilyen nyilatkozatokról, meg az ilyen dolgokról, ezeket úgyse lehet megváltoztatni, mindig lesznek ilyen nagyon nagy tudású, okos emberek, akik megmondják majd a mondani valójakat, úgyhogy igazából nagyon nem, nincs is szerepük a magyar futballban, tehát nem értem, hogy miért nem próbálják inkább beletenni, amit tudnak, és akkor valószínű, hogy jobb lenne a magyar futball. De ez lényegtelen, tehát én az ilyenekkel nagyon nem foglalkozok. Tudom én azt, hogy mikor játszok jól, mikor játszok rosszul. Az, hogy én lettem volna bűnbak, mire is lettem volna bűnbak? Ilyenkor visszakérdezem. Hát igen, elértük a pócselejtező. Jó sok év után pócselejtezős helyen van a válogatott, ami igazából egy... Tehát sokszor emlegetett bal szerencse, de én nem bal szerencsét mondanék, mert a törökök igenis nagyon hozzátettek ahhoz, hogy ott legyenek, ők érdemelték meg, úgyhogy ők vannak ott egyeneságon az Európa-bajnokságon, de nyilván, ha szerencsénk lett volna, akkor kijuthattunk volna egyből az Európa-bajnokságra, de nem tudok igazából erre választ adni, mert hogyha kijutottunk volna egyeneságon, akkor mondjuk nem kaptam volna lehet meghívót az EB-re, úgyhogy játszottam az összes mérkőzésen, egyszer nem igazából, amikor ugye el voltam tiltva, meg hát a görög meccs az már ilyen nem a legnagyobb tétre ment az a mérkőzés, mert... Hát megmondta a kapitány, hogy csak kísérletezett meg. Igazából ugye ott már az már eldőlt korábban, de hát ez van. Na most figyelj, az biztos, hogy neked ez láthatóan rosszul esett, ez tök érthető. Ha most a kapitány ezek után történt, ami történt, mégis úgy döntene a 10 napos felkészülés alatt, hogy szükség van rád, Tűzsér Danira, akkor te, ha hívnál, akkor mennél? Tehát vállalkoznál visszatérésre? Nem fog így dönteni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ilyenről felesleges is beszélni, de természetesen, tehát én a válogatottat mindig is kiemelt dologként kezeltem, meg kezelem, úgy gondolom, hogy ezzel minden játékos így van, úgyhogy... Tehát igen. Ha téged hív az aktuális kapitány, akkor te menni fogsz és ott leszel, akárki is lesz az majd valamikor. Milyen esélyt adsz a válogatottnak a norvégok ellen a kincstári optimizmuson túl reálisan? Én 50-50%-ot adtam folyamatosan, bárki is legyen ugye az ellenfél, hiszen ez két kikimeccs, bármi előfordulhat, tehát itt nem az van, hogy 10 meccset le kell játszani a norvégokkal, és meglátjuk, hogy melyik a jobb csapat. 2 meccs bármi lehet. Eshet az eső, fújhat a szél, kedvezhet ez nekünk, nekik. 50-50 abszolút, de bármelyik csapat ellen ezt mondanám. És végül azt mondnak, hogy szerinted jelen helyzetünkben leginkább mi fog múlani a továbbjutás, az, hogy meglegyen az esélyünk. Most persze túl azon, hogy gólt kell rúgnunk, de hogyha valami olyan finomságot, valami olyan lényeges dolgot ki szeretnél emelni, akár játékost, akár a csapat játékában, a játékelemekben, akkor mit látsz a legfontosabbnak? Játékos nagyon nem kell kiemelni szerintem, mert ennek a csapatnak az volt az erőssége, előnye, hogy nagyon jól működött csapatként, meg működik csapatként. Tehát sokan ugye próbálják már leírni a csapatot meg, hogy minek kijutni az Európa-bajnokságra, csak pofozógépnek, ilyenekkel nem szabad foglalkozni szerintem, mert ez egy jó csapat, és itt a csapatot nagybetűkkel mondanám. Én úgy gondolom, hogy az lesz a döntő pont, hogy mennyire tudjuk betartani azokat a dolgokat, amik erősségeink voltak, hogy közel legyünk egymáshoz, ne legyenek nagy távolságok a játékosok között,
és az elv, amikor nálunk van a labda, az tiszta legyen. Most, hogy a szövetségi kapitány mit fog kérni a fiúktól, az az ő dolga, de nyilván kell, hogy legyen egy terv, hogyha nálunk van a labda, mit szeretnénk vele csinálni, mivel lehet feltörni a norvégokat, úgyhogy ha ezeket szerintem jól megcsinálják a srácok, akkor én bízom benne, hogy sikerülhet kijutni az Európa-bajnokságra. Dani, a kívánságot teljesüljön, minden esetre neked ma estére is, meg egyáltalán a csapatodba pedig sok szerencsét a következő időszakra, és jó játékot. Köszönöm, hogy velünk voltál. Szia. Köszönöm szépen. Sziasztok.